Ennek a Kígyó utcai háznak a lépcsőjén született meg a gondolat fél évszázaddal ezelőtt, hogy szükség van az akkori újonnan épült társasházak képviseletére, üzemeltetésére. A szövetkezet a 80-as évekig Kun Béla nevét viselte, erre a kezdeti időszakra emlékeztet a jubileum alkalmából leleplezett emléktábla. A 130 lakással induló szövetkezet jelenleg 3941 lakásért felel, és büszkék rá, hogy folyamatosan tudtak fejlődni. Részt vettem a panelprogramba, részt vettem a különböző új megújulást hozó folyamatok bevezetésénél a szövetkezetnél. Végig csináltuk az adótörvény bevezetését, szervezeti átalakítást csináltunk 1994-ben, nekiugrottunk a panelprogramnak 2003-ban, a katasztrófavédelmi programnak 2013-ban. A jelenlegi gazdasági helyzet és a növekvő energiaárak a szövetkezet helyzetét is nehezítik. Kérdésünkre elmondták, hogy bár 2012 és 2019 között nem emeltek közös költséget, a közeljövőben várható emelés. A közös költséget nem azért kell emelnünk, mert rosszul gazdálkodunk, hanem például a szemétszállítás, a gáz, a villany, minden hasonló dolog ebbe belejátszik, tehát valamilyen szinten valószínű, sőt biztos, hogy kell emelnünk. Az emelés mértéke a szövetkezeti vezetés szerint nem lesz drasztikus, azt ígérik, megfizethető arányban emelkedik a közös költség.